Hello, sziasztok! Szarvas Norbi vagyok, és a mai videóban egy sokatok által kért kérdéskört fogok tudományos alapokra helyezni, mégpedig azt, hogy valójában vége lesz az ingatlan válságnak, ingatlan boomnak, kipukkad a lufi, mikor zuhannak össze az árak, mi várhat a következő 2-3 évben? De gyertek, nézzük meg! Meg a saját ismerőseim is vitatkozok ezen nagyba, sőt saját magammal is, hogy most vége az ingatlan boomnak, összezuhannak az árak, majd 2-3 év múlva érdemes aztán nagyon bevásárolni lakásból, vagy ez nem is fog megtörténni. És egyinkább odajukadok, hogy 2-3 év múlva nagyon nagy valószínűséggel az árak maximum stagnálni fognak, de talán még emelkedni is. És ennek mi az oka? Nézzük meg, most nem egy ilyen szerintem nagyjából választ fogok nektek adni, hanem tudományos alapokkal és bizonyítékokkal szolgálok nektek. Első pont. Az 5%-os áfa kivezetése 2019. december 31-jel. Ugye tudva levő, hogy az újépítés ingatlanokat 5%-os kedvezményes áfával tudtuk az elmúlt években beszerezni. Ennek vége, a törvény egyébként ad egy kibúvót, hogy azok az projektek, amik még tavaly november előtt kezdődtek el, azoknak 2023-ig van laufjuk, tehát addig 5%-kal értékesíthetik az újépítés ingatlanokat, de ami azután kezdődött építkezés, ott már 27% áfa lesz 2020-tól, tehát amit még idén kifizetsz, az 5%-kal fut, de ami 20-tól, az már 27%-kal. Ez önmagában nem fogja 22%-kal megnövelni az árakat, de várható egyfajta áremelés, hiszen a jó öreg magyar vállalkozó biztosan beépíti az áraiba. Ugye nagyon fontos még most tisztáznunk, hogy az újépítésű lakás az összefügg a használt piac lakása és az albérleti piacsal, hiszen gondolj bele, hogyha te lakást akarsz, nyilván mindenki mit szeretne? Újépítésű családi házat. De hogyha nincsen pénze családi házra, akkor mit szeretne? Újépítésű lakás, bár mondjuk most már gyakorlatilag a lakások jobb helyeken drágábbak, mint a családi házak. De mivel, hogyha drágul minden és nincsen pénzed új lakással, de viszont vennél, mert éget a zsebedet a pénz, akkor vennél használt lakást. Tehát itt most történik egy olyan fajta tolódás, és akkor itt az állami ösztönzőrendszerekről is beszélve, mint például a csok, babaváró, stb., amik sokak számára nem felvehető, nem opció, így a csok tolja az újépítésű lakások piaca felé a tömeget, miközben sok olyan ember venne újépítésű lakást, aki nem tud csokkot, emiatt drágulnak az árak, és ezek az emberek áttolódnak a használt lakáspiacra, ahol pedig azok az emberek tanyáztak eddig, akiknek nincsen sok pénzük, de mégis költöznének, és a vége egy ilyen hatalmas katyvasz, mert minden emelkedik. És akkor még a külföldi befektetőkről nem is beszéltünk. Tehát ugye ezt a piacot fogja tovább torzítani, hogy az áfa drágább lesz, ergo az újépítési lakások önmagukban biztosan drágulni fognak a piaci természetes emelkedésen kívül is. Tehát ezzel tudom elképzelni, hogy a ingatlanpiac hirtelen összeomlana, vagy legalábbis olcsóbbak lennének a lakások azáltal, hogy az áfa tartalma az újépítés lakásoknak 27% lesz az 5% helyett. Mert ez azt fogja jelenteni, drágulni fognak emiatt az ingatlanok, emiatt sok leendő vásárló viszont átpártol a használt lakásokra, amik picit olcsóbbak, ott viszont akkor megint egy ilyen keresleti túlkompenzálás alakul ki, hiszen egyre többen fogják keresni ugyanazokat a lakásokat, ami szűkösebb lesz, hiszen ugye nem ad el mindenki hirtelen lakást. Tehát ez volt az egy. Kettő. Kapacitásbeli problémák. Jelenleg dr. Szórádi Csilla, az Újházcentrumnak a ügyvezetője szerint 35-40 ezer ember hiányzik ma az építőiparból, ami azt jelenti, hogy a kivitelezőknek önmagában 40%-os árdrágulást eredményezhet, bocsánat, viszket az orrom, pusztán az, hogy kevés ember van. Ráadásul tapasztalatom, hogy ez a kevés ember is aztán annyira nem ért ahhoz, amit kéne csinálni, hogy hihetetlen, nagyon ritka a jó szakember, ez drágítja a költségeket. Saját a bőrömön látom azt, hogy egy újépítésű projektnél milyen az, amikor rosszul kivitelezik a projektet, és a kivitelezőnek folyamatosan kell küldeni az embereket a gánymunka kiavítására. Ez neki mindig plusz pénz, és egy ponton túl már vesztességet jelent. Ezt nyilván a kivitelezők belekalkulálják az árszabásukba, és emiatt is drágulhat az ingatlan ára. Tehát már önmagában egy újépítés lakás nem lesz olcsóbb, nem fog kipukkadni, hiszen a áfa tartalma magasabb lesz, és bár egyre drágábbak a kivitelezési költségek, ez mind azt mutatja, hogy drágább lesz minden. De hogy még tovább árnyaljam a képet,
hármas pont. Itt most olvasni fogok. A 2002/91/EC Európai Parlamenti Direktíva és a 7/2006 TNM rendelet, MEHI rendelet alapján 2021-től használatba vételi engedélyt gyakorlatilag a közel nulla energiaigényű ingatlanok fogják megkapni. Most nem szeretnénk nagyon belemenni a direktívába, jegyezd meg ennyit, hogy 21-től. Ez a folyamat egyébként évről évre, tehát ez már 2016-ban azt hiszem, de még talán előtt is az elindult, ezek a direktívák 2006-ba készültek el. Az volt a cél, hogy fokozatosan egyre magasabb, tehát egyre alacsonyabb energiaigényű ingatlanok épüljenek egyre inkább megújuló forrásból, lásd, napkollektor, napenergia. 2021-től viszont bezárul a buli. Gyakorlatilag van a rendeletnek egy olyan összefüggése, hogy például attól függetlenül, hogy most használatba vételi engedélyt se adnak már nagyon ki, hogyha legalább a energiaigény 25%-a nem megújuló energiaforrásból származik. Ezen felül is gyakorlatilag lesz egy energetikai tanúsítványhoz kötve, hogy milyen ingatlanokra kaphatunk állami támogatást, és mire nem. Na, most ez azért fontos, mert a CSOK az egész véletlenül állami támogatás. Tehát te kinézel magadnak egy új építésű lakást, amit szeretnél állami támogatásra, tehát CSOK-ból például megvásárolni, és abba a problémába ütközhetsz, hogy valójában ez nem fog megtörténni, mert például az energetikai tanúsítványa nem megfelelő a szigorúbb 2021-től érvényes elvek, januártól érvényes elveknek, elvárásoknak. Tehát innentől kezdve sok új építés lakás úgymond kieshet a piacról, ha a kivitelezők nem készülnek erre. Már még készülnek, éppen ezért is drágul minden, hiszen a megújuló energiaforrás az még drágább, egy napkollektor még drágább, hőszivattyú még drágábbá tesz az építkezés. Tehát ez is drágít mindent. Ami pedig nem felel meg ennek, hát az ott kénytelen lesz alapvetően nem is az, hogy árat csökkenteni, mert majdnem, hogy eladhatatlanná válik a dolog. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy már önmagában ez is drágítja az építkezést. És akkor nézzük a négyes pontot, ezt az agglomerációs sokkot nevezzük urbanizációnak és a vidéki területek elnéptelenedésének. Vegyük észre, hogy Magyarország gócpontokban rendeződik, tehát vannak a gócpontok és agglomeráció. Budapest és agglomeráció, Győr és agglomeráció, Pécs és agglomeráció, Debrecen és agglomeráció, Szeged és agglomeráció. Gyakorlatilag az emberek elkezdtek városokba és a városok környékére tömörülni, pontosan a munkalehetőség és az életszínvonal miatt egyre kevésbé vonzó a vidéki élet, a falus élet, hiába jön a falusi CSOK, ott is inkább azt tapasztalható, hogy ott is a agglomerációba keresik az emberek majd a falukat, és majd ott, tehát gyakorlatilag el akarják autóval 15-20-25 percen belül érni az agglomerációs csúcspontot, ahol van az élet, ahol ők a életüket szeretnék folytatni. Éppen ezért gyakorlatilag Magyarországnak az ingatlanpiaca két részre szakad, már most is. Van a vidék, és van ez az agglomerációs gócpontok, meg a maguk a gócpontok. Ingatlant én azt gondolom, hogy inkább itt érdemes nézegetni, tehát ezekbe a gócpontokba. Ott nem tartom valószínűleg, hogy elértéktelen az ingatlan, vagy hogy kipukkadna lufi, hiszen pontosan még mindig tart a tömörülés, még mindig tart ez a fajta bevándorlás, ez a társadalmi átrendeződés. És nem hiszem, hogy ez 2-3 éven belül megoldódna. Éppen ezért se. Ráadásul gondolj bele abba is plusz érve, amit én mondjuk ez magánérv, ként szedek felhozni, az, hogy az emberek, akik vesznek x forintért, még 30 millióért egy lakást, az biztos nem szeretné két év múlva eladni 25 millióért, már pedig ettől lenne kipukkadt lufi. Na mindegy, erről majd még beszélek a 5-ös pontba, ugyanis az 5-ös pont az maga a lakásvásárlást, a ingatlan bumot felhajtó erőnek a forrása. Nagyon fontos, hogy a 2008-as gazdasági válságra szeretünk hivatkozni, ami magyar specifikusan mi volt az alapja az ingatlan válságunknak. Hát az volt, hogy az embereknek nem saját pénzből vették alapvetően az ingatlanokat, hanem banki hitelt vettek fel hozzá, pörgött a devizahitelezés, és ott nagyon sok folyamat játszott közére arra,
abba, hogy nem tudták fizetni a hitelt, mert elvesztették a munkahelyet, és túlságosan behitelezték saját magukat, tehát nem volt semmilyen fék a rendszerbe, és elszabadult a kamion, és leestek a szakadék széléről. Na, most hol tartunk 2019-ben? Egy. Az MNB számos rendelet által gyakorlatilag adósságfékeket épített a rendszerbe, senki se tud túlzottan eladósodni. Tehát, hogyha tartja a saját fizetési forrásait, a saját bevételeit, akkor sose fog tudni túlzottan eladósodni, ha csak nem válik tartósan munkaképtelenné. Ez nagyon fontos. A munkanélküliségi rátánk az brutálisan jó, azt hiszem most már, nem tudom, 3% alatt van, most ezt hasonlítottam, nézd meg, tehát soha nem volt annyira alacsony a munkanélküliségi rátánk, ráadásul a különböző szektorokban munkaerő hiány alakult ki, nagyon, nagyon bénának kell lenni az, hogyha te tartósan nem találsz munkát. Aztán nagyon fontos, hogy ma miből vesznek az emberek lakást. Igen, hitelből pörög a hitel, de ma még mindig itt van közöttünk az öröklős generáció. Ez egy össznépi monopoli, ugyanis a 2010-es évektől kezdve kezdődött egy úgynevezett öröklési hullám, azaz nagyszüleink mostanában kezdték el itt hagyni a földi létet, viszont az általuk felhalmozott lakások, szolgálati lakás, cselédlakás, ugye régen így hívták, most már baromi értékes belváros ingatlan a kódnevük, elkezdtek a nagyszülők, hát nyilván a természet folytán eltávozni, és elképesztő vagyonokat kezdtek el gyakorlatilag a unokáikra hagyni meg a gyerekeikre, hiszen egymást verte fel a piac. Tehát a piac nőtt, az embereknek volt pénzük. De az embereknek azért volt pénzük, mert nőtt a piac. Mert ugye, amit kapott örökölt kis lakás, az már nem 8 milliót ér, hanem 3 év alatt 25 millióra ment fel az ára. Hirtelen lett pénze. Tehát a fedezet a lakásoknak nagyon nagy mennyiségben nem a jövedelem vagy a banki hitel, hanem egy öröklés volt. Egy öröklési összeg. Éppen ezért az örökségen felül van még pluszba a munkabérünk, meg a saját megtakarításunk, és ez már egy olyan stabilabb hálót képes nyújtani, most egy globális szinten, nem az egyén szintjén, és még ez jön az MNB adósság, hitel adósság fékje, amit hogyha így összerántok, akkor rájövünk arra, hogy ez teljesen másfajta összetételű hitelezési piac és ingatlan piac, mint ami volt mondjuk 2008-ban, vagy a 2000-es évek elején. Tehát itt teljesen más a fedezetünk. És a legrosszabb, ami történhet, hogy elbukod az örökséget, amit megkaptál. Teljesen más, mert nem az életszínvonaladdal játszol. Most nyilván tömegekről beszélek. És akkor ehhez jönnek még a különböző állami ösztönzők. Tehát végső soron az, hogy kipukkad-e az ingatlan lufi, az financiális szempontból nem látom megalapozottnak. Most nyilván a környezetünket, meg a gazdasági környezet az egy más kérdés, hiszen egy német autóipar könnyen beborulhat, és az könnyen megrezektethet mindenkit. De ma nagyon nehéz elképzelni azt, hogy olyan korszakban, amikor a családok nem adósítják el saját magukat teljesen, amikor ingatlant gyakorlatilag örökségből vásárolnak, amikor állami támogatást kapnak az ingatlanhoz, amikor a hitel az csak egy része az ingatlannak, és ráadásul a hitel törlesztője meg majdnem annyi, mint amennyibe kerülne az albérletük, mert ugye az albérlet, tehát lakhatás is sokkal drágább lett, és mindez a összfizetésnek egy része, és nem a 90%-a. Ilyen esetben azt gondolom, hogy van még bőven lauf a emberek életszínvonalában, és éppen ezért nagyon nehezen látom megalapozottnak az, hogy ez a lufi kipukkad. Olyan lehet, hogy lelassul, mert az emberek megtalálták a számításokat, elkezdtek lakni valahol. De még akkor is azt mondom, hogy albérleti piacra mindig szükség lesz. Jönnek a fiatalok, ők már költöznek annak valahova. Éppen ezért érdekes időszak elé nézünk. Nekem ez az öt érvem arra, hogy a következő 2-3 évben ne számíts arra, hogy itt hirtelen összeomlik a lufi, amit mi vízionálunk. Írd meg kommentbe, hogy mivel nem értesz egyet, mivel értesz egyet, és te neked mik az érveid, te hogyan látod? Lesz itt ingatlanár zuhanás 2-3 év múlva? Majd lesz egy ingatlan outlet, és be fogunk tudni vásárolni? Várom a válaszod. Szia, Norbi voltam, ez meg a YouTube csatornám, hello!